Nyáron a természetben járva nem szabad megfeledkezni a kullancsveszélyről. Idén az élősködők számának növekedéséhez hozzájárult, hogy túlélték a legutóbbi téli fagyokat, így több idejük volt szaporodni. A kullancsok nem szeretik a nagy meleget, ezért a nyári időszakban délben a legkisebb az aktivitásuk. Többek között lánykor terjeszhetnek, ami a csípések 1-2%-a esetében jellemző. Ilyenkor, ha megfelelő körültekintéssel járunk el, és megnézzük, hogy a kullancsípés körül pár napon belül alakul ki egy piros kör, amit egyre nagyobb lesz, akkor jó eséllyel lánykorral találkozunk. Ilyenkor érdemes szakorvoshoz fordulni, aki egy nagyon egyszerű antibiotikus terápiával meg tudja oldani ezt a problémát, de amennyiben csak pár napig jelentkezik, az lehet, hogy a csípés miatti gyulladás következménye, és ez nem jelent különösebb problémát. A másik, emberre különösen veszélyes betegség az agyvelőgyulladás, ami bár halálos, a fertőzés veszélye mégis kisebb, mint lánykor esetében. De nem csak az emberekre veszélyesek a kullancsok, fontos, hogy házi állatainkra is megfelelő figyelmet fordítsunk. Talán a leggyakoribb ez az úgynevezett babéziózis nevű betegség, ez csak kutyákra veszélyes. Napi szinten átlagban két esetünk van most így nyár közepe felé, tavasszal, ősszel. Ez a szám, ez megsokszorozódik. A megelőzés érdekében gyógyszerek és kenőcsök is elérhetőek emberek és háziállatok számára egyaránt, de a házi orvosoknál lehet védőoltást is igényelni. A kullancsok eltávolításánál fontos, hogy az erre megfelelő csipeszt használjuk, valamint hogy az élősködő potrohát ne nyomjuk szét, mert a nyomás következtében a kullancsokban lévő baktériumok a szervezetbe áramolhatnak.